Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Középpont, a mikrofonnál Fekete Rita, a műsor szerkesztője pedig Jó Brodé, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégünket itt a stúdióban, Kohán Mátyást, a Mandiner külpolitikai újságíróját, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat! Ma pedig Salman Rushdie ellen elkövetett merényletről fogunk beszélgetni, arról, hogy mit derítettek ki azóta, illetve hogy egyáltalán mi történt, mit kell tudnunk Rushdie-ról, az ő személyéről, és milyen konzekvenciákat lehet levonni ebből az esetből, úgyhogy szeretném is, ha egy kicsit felvázolnál, tudósítanál nekünk a hallgatóink számára, hogy mit is tudunk most. Jó, akkor maradjunk itt az első blogban a száraz tényeknél. Tehát folyó hónap augusztus 12-én a Chautauqua intézetben New York államban tartott volna Salman Rushdie egy beszédet. Mielőtt azonban ezt a beszédet meg tudta volna kezdeni, kapott egy, azóta kiderült, hogy egy Hezbollahhoz közeli, tehát a radikális iszlám síita ágához közeli amerikai bevándorlótól kapott 10 szúrást, ez elég változatos helyeken érte őt, a teste különböző pontjain, kapott a mellére, kapott a nyakára, kapott a combjára. Ennek következtében a beszélgetést nem tudta megtartani, súlyos állapotban azonnal kórházba szállították, ahol az első néhány napban beszélni sem tudott, majd annyit tudunk most a fiának a közléséből, hogy már beszélni tud, és a gyógyulásának az iránya az viszonylag egyértelmű, tehát abban már különösebb aggodalomra nincsen ok, hogy esetleg ne élné túl ezt a helyzetet, de mindenképpen egy hosszú, tehát több hónapos procedúra az, amíg ő ismét ereje teljében lehet majd, és kiléphet a világirodalom színpadára. Tehát történje nagyjából így konkrétan most augusztusban ez történt. Mit tudunk a részletekről, hol támadták őt konkrétan meg, azt lehet tudni? Már a testén hol, vagy helyileg hol? New York állam Chautauqua intézet, ez egy a New York államnak a vidéki északi részén található település. Itt Amerikában el vannak szorva mindenféle think tankek, ahol időnként rendeznek ilyen rendezvényeket, hogy híres emberek felszólalnak, beszélnek, közönségkérdéseket fogadnak. Egy ilyen esemény lett volna. A Rushdie jellegű írók alapvetően ennek teljesen standard vendégei, tehát nem... Ha arra gondolsz, hogy ez muszlim terrorizmus szempontjából egy kitett terület volt, egyáltalán nem. Tehát ez egy öltöző környékén, egy folyosó. Nem, már magánál a színpadhoz lépett volna éppen hozzá, tehát a közönségből lépett elő a személy, aki megtámadta, tehát, sőt, olyan mértékben a közönségből lépett elő, hogy kapott a támadásból a beszélgető partnere is, a leendő beszélgető partnere, akinek aztán végül nem sikerült vele beszélgetnie. Hát itt konkrétan már magán a rendezvényen percekkel a beszélgetés kezdete előtt a színpadon sikerült őt eltalálni. Igen, ez azért merült föl bennem, mert hogyha ennyi szúrást kapott, ugye elég sokat olvastam, viszonylag sok szúrással támadták meg, hogy az azért idő, meg egy viaskodás, tehát, hogy ott rögtön nem tudták róla lekapni. Hát rögtön nem, persze, meg hát, hogyha az ember egyszer oda került valakihez, és van nála egy kés, akkor ha nem sokat gondolkozik, én nem vagyok kriminológus, de azért vágtam már hagymát, tehát, hogy az a helyzet, hogy azért ott viszonylag könnyen tud az ember elég nagy károkat okozni, akkor is, hogyha nem nagyon néz oda, és abban a, nem tudom, néhány másodpercben, 10-20-30 másodpercben, amit tényleg ott tud tölteni az áldozattal, mielőtt lekapnák róla, abban is azért igen jelentős kárt lehet tenni. Azóta egyébként felmerült a szolgálatoknak a felelőssége, biztonsági szolgálat, vagy ilyesmi, ugye Rushdie-ról azt tudni kell, de azt majd kérem, hogy te mesélj egy picit valamennyire az életéről, hogy azért ő egy ilyen kiemelt személy lehetett, nem? Tehát ő egy fenyegetett személy volt, és tudta, hogy sokan vadászhatnak rá. Belemenjünk akkor ebből, hogy konkrétan milyen rendőrségi körülmények között élt. Tehát az érdekes, igen, de beszélünk majd erről később, hogy 88-ban jelent meg ugye a Sátáni versek című könyve, melynek következtében hosszú folyamat a lényeg annyi, hogy Irán akkori vezetője, aki egyébként személyesen nem olvasta az ő könyvét, nyilván gondoljunk bele, tehát az Amerikával szemben álló pólusnak a legfő vezetőjének nyilván nem az angol tanulás, meg az angol irodalom élvezette a legfontosabb tevékenysége. Hát személyesen ugyan nem olvasta ezt a könyvet, de nagy-britanniai muszlim csoportok, indiai muszlim csoportok, meg a saját politikai környezetének a nyomására kiadott egy fatvát ellene. Rózsa Erzsébetet ajánlom ebben a témában, ő fejtegetett arról, hogy az se biztos, hogy egyébként iszlám jogi szempontból tényleg egy fatva, vagy hogy ilyet ki lehet adni, hogy embereket kötelező jelleggel öljenek meg, de mindesetre ez megtörtént. A fatvát a Teheráni Rádióban 89 elején beolvasták, és onnantól kezdve az akkor még a Nagy-Britanniában élő Salman Rushdie Nagy-Britanniában a Scotland Yardnak a védelme alatt állt. Ugyanakkor ő igazából ezt a veszélyt, ezt számos interjújából látszik, sose vette nagyon komolyan. Tehát közvetlenül azután, hogy a fatvát kiadták ellene, képes volt olyat nyilatkozni, hogy örült volna annak, hogyha még kritikusabb könyvet írt volna, mert hogy az állatként viselkedő muszlim fundamentalistak ráfér még a kritika, tűrik ők még a kritikát. És
Ugyan a Scotland Yard tényleg rendkívül példás elképesztően alapos módon védte, de látszott, hogy azért ő érzelmileg nem egészen gondolt abba bele, hogy itt valójában milyen veszélyben van, és amikor pedig átköltözött az Egyesült Államokba, akkor nem is teljesen szűnt meg ez a védelem, de jelentősen lazult. Tehát már az a vasszigor, amivel védték Rusdit az Egyesült Királyságban, az már az USA-ban nem volt meg, és látszott az is, hogy rendszeresen nyilatkozott olyanokat, hogy hát ő nem gondolná, hogy élne ebben az országban, ebben a civilizált szép országban különösebben olyan ember, aki őt bántani akarná, vagy aki ezt a fatvát komolyan venné. Hát Rusdinak ez a helyzetértelmezése bizonyult egy, ha nem is fatális, de azért meglehetősen súlyos tévedésnek. Beszéljünk egy picit a merénylőről is. Nagyon fiatal emberről van szó, tehát még jóval a születése előtt született ez a fatva, tehát hogy ez számomra egy kicsit megdöbbentő is, hogy egy közel 20 éves fiatal emberről beszélünk, ha jól tudom. Tehát hogy lehet ilyen gyűlölettel, vagy milyen indokkal követel valaki ilyet? Hát ehhez kell ugye ennek a fatvának az intézményét, vagy legalábbis azt, ahogyan egy fatva a muszlim társadalom különböző részeiben lecsapódik megérteni. Mert itt való igaz, hogy például már arról is vannak viták, hogy egy fatva érvényét veszti-e akkor, amikor az meghal, aki kiadta ezt a fatvát. Azt tudni kell, hogy rendkívül öreg volt, majdnem a halálos ágyán adta ki, Homeini ajatollah ezt a fatvát, és fél évre rá meghalt. És való igaz, ahogy mondottak, 24 éves ez a Hadi Matar nevezetű merénylő, akit azóta megtaláltak, való igaz, hogy nem élt még akkor. Ugyanakkor meg, ha az ember, hát az ember, aki az Egyesült Államokban él, csak akkor kerül bármilyen fokon közel a síita muszlim extremizmushoz, hogyha ezt nagyon komolyan gondolja. És ha az ember valahol a lelke mélyén meggyőződik arról, hogy az igazság az a síita muszlim fundamentalizmusnak az oldalán áll, és elkezd a Hezbollah fórumain közlekedni, meg ilyen véleményeket megosztani a világhálón, akkor onnan nagyjából lehet sejteni azt, hogy azt a fatvát, amit Irán egyébként nyilvánosan megtagadni soha nem tagadott meg, amely egyébként minden egyes év február 14-én egy Iránból származó ilyen kis Valentin napi küldemény formájában megérkezik a Rásdihoz is, hogy nem felejtettünk el, öreg. Ha ezt a síita fundamentalizmusnak a kvázi az alapján álló, és a számukra rendkívül fontos fatvát ő egyszer megismeri, akkor én szerintem már nem olyan elképesztően meglepő az, hogy neki is áll megpróbálni végrehajtani ezt a fatvát. Nem ez az első helyzet. Tehát 89-ben volt Londonban még egy merényletkísérlet Rushdie ellen, akkor egy hotelben csinált valaki könyvbombát, aztán rosszul csinált és rárobbant. Iránban őt, ezt az első merénylő, vagy hát wannabe merénylőt, ezt úgy temették el, mint az első olyan mártírt, aki a Rushdie elleni fatva kivitelezés megvalósítása következtében vagy közben meghalt. Tehát ez a mai napig részét képezi egyszerűen az iráni ideológiának, hol erősebben, hol gyengébben. Mert egyszer kiadták, ez egy örök isteni igazság, és hogyha valaki ehhez a gondolatvilághoz közel kerül, akkor onnantól kezdve az egyik módja annak, hogy ő egy érdemes iráni síita fundamentalista harcos legyen. Itt azért Európában láttuk már, hogy ezeket a fenyegetéseket hát muszáj komolyan menni. Tehát akár újságírók ellen történtek merényletek. Igen, viszont amit Európában látunk, most nem akarok én különösebben iszlám fejtegetésekbe belemenni, és úgy tenni, mintha én egy neves orientalista lennék, de azért nálunk alapvetően szunnita muszlimok szoktak ilyesmiket elkövetni, és alapvetően azt is megmerem kockáztatni, hogy az a muszlim tömeg, aki esetleg bűnözőként vagy terroristaként hozzánk közel érkezik, az jelentős mértékben inkább egy geopolitikai motivált, és nem egy vallásilag motivált elkövető csoport. Hát a Charlie Hebdo merénylet például, a Bataclan merénylet, a brüsszeli metró robbantás, ezek mind olyasmik voltak, hogy itt nem fatvát sikerült teljesíteni. Itt nem egy konkrét örök vallási igazság érdekében kellett megölni valakit, hanem egymásra rakódott, nyilván annak a hosszú sok évtizednek a muszlim megaláztatottsága Közel-Keleten, egymásra rakódott az Európában élő muszlimoknak a rengeteg szociális feszültsége, meg egymásra rakódott egy bizonyos dzsihád igény, egy bizonyos harci igény a muszlimok részéről, és akkor ez a gyúlékony anyag így összességében magához vonzott embereket, akik egyébként magánéletükben jobban vagy kevésbé vallják az iszlámot, és akkor ebből a gyúanyagból megszületik egy ilyen merénylet. De itt ez viszont egy magányos elkövetővel, síita alapon, fatva alapon, ez meg egy tisztán vallási alapú merénylet. Ez szerintem ebben különbözik az európaiaktól, és
most én nem vagyok teljesen képben abban a kérdésben, hogy hány ilyen síita merénylet volt már Európában, de azt gondolom, hogy ez egy teljesen más műfaj. És a veszélyességi fokára szerintem azért nem döbbentek rá egyébként, meg Rúzs is azért nem döbbent rá, mert a legtöbb muszlim merénylet az nem így működik. Az nem, ez, nem erről az alapról indul, és nem ilyen alanyok ellen irányul. Na, még fogunk beszélni az iszlám világ és a nyugati kultúrának a különbségeiről, itt Európában is akár, de visszatérek még Rushdie-ra, vagy Rushdie-ra, hogyan kell kiejteni? Rushdie, ő magát Rushdie-nak mondja, jó. Szokták Rushdie-nak is, mert egyébként az angol az egy ilyen furcsa nyelv, többféleképpen hallottam. Én a Rushdie-t tartom, mert egyébként ő amúgy egy indiai muszlim családból származó ember, és az indiai akcentusban ez valóban közelebb áll, ha én elég ilyet hallottam az ottaniaknak a garatához és felső szájpadához, úgyhogy szerintem Rushdie. Akkor maradjunk a Rushdie-nál. Tehát az ő műve, ez a sátáni versek, amit te is említettél már, picit beszéljünk arról, hogy ez pontosan mi. Ő maga egyébként úgy határozta meg, hogy ez egy ilyen humoros, komikus regény. Hát ez egyébként annyiban igaz is, hogy ő egy évtizedek óta Nyugat-Európában, ugye akkor még Nagy-Britanniában élő ember hozzáállásával ment neki az iszlámnak. Tehát Európában teljesen bevett dolog az, hogy akár a kereszténységet és a véletekig kifigurázzuk, hogy egy szatirikus, komikus, humoros regényben a viccnek a tárgyává tesszük a vallást. Csak hát az a helyzet, hogy léteznek olyan civilizációk a világban, amelyek erre érzékenyek, és hát sikerült jó néhány érzékenységet neki a sátáni versekkel megsérteni. Egyrészt ugye önmagában a sátáni versek, tehát a címnek az értelmezésével kezdjük szerintem, tehát van egy ilyen muszlim hagyomány, hogy elméletileg történt egy olyan, hogy Mohamed proféta a sátán megkísértetése alatt három arab pogány istennő tiszteletét, az ő kultuszokat bevitte a Koránba, majd azt utána kivette belőle. Már magában a címmel arra játszik rá, vagy az egész könyvnek az alaptézis mondata az, nyilván nem teológia fejtegetés a könyv, de akkor is, a tézis mondata az, hogy nem a sátántól származott ez a három sátáni vers, hanem Gábriel arkangyaltól. Hát elkövetett egy igen jelentős belegázolást a muszlim teológiába, és akkor innen indul rögtön az a helyzet, hogy az összes többi viccet, ami a könyvben előkerül, azt sem tudják feltétlenül a muszlimok különösebben jó néven venni, tehát néhány ilyen viccet mondanék, tehát a Mohamed profétának a neve, az ugye el van ferdítve, Mohamed helyett Mahound, ezt rögtön két helyről lehet támadni, egyrészt ez egy olyan névalak, amelyet a keresztes háborúk idején használtak rá, az ő ellenségei a keresztes harcosok, másrészt pedig, hogyha pusztán amerikai vagy angol nyelvi szempontból nézzük, akkor ebben a Mahoundban azért benne van a hound, ami vérebet, farkast jelent. Hát ez alapvetően azért nem egy hízelgő név Mohamedre nézve. Aztán ott van a Mekka, a Szentváros képében tetszelgő város a sátáni versekben. Ezt a várost Rushdie Jahiliának nevezte el. Jahilia az a tudatlanság ideje, ez az iszlám hagyományban az idő, amikor az iszlám még nem érkezett meg a jelenlegi muszlimokhoz. Hát a tudatlanság idejének hívja a Szent Várost. Meg emellett történt még egy olyan benne, hogy ugyan jól elkülöníti, hogy valójában ebben a Jahilia városában álló bordélyházban nem a proféta feleségé teljesítenek szolgálatot, mert leírja azt, hogy a proféta feleségé közben otthon vannak, és egészen más dolgokkal foglalkoznak. Ugyanakkor a proféta feleségének a neveire hallgatnak azok a hölgyek, akik ebben a bordélyházban szolgálatot teljesítenek. Hát van egy konkrét blaszfémia, egy teológiai tévállítás, ami a muszlimokat alaposan felidegesítette, és emellett van még egy csomó kisebb szurkapiszka, ami egyszerűen az iszlám hitnek a méltóságát egy hiperérzékeny, tehát ezt értenünk kell, a síiták a hiperérzékenyek az iszlám tanításra. Tehát ők azok, akik elmennek, mint látjuk egyébként, Upstate New Yorkig annak érdekében, megvédjék a hitüket. Egy ilyen közegben, egy ilyen könyv az egyszerűen nem vicces. És hiába nem gondolta Rushdie úgy, hogy ez az ő részéről bármiféle iszlám ellenes hadüzenet lenne, hát az a harci helyzet, hogy ők ezt úgy vették. És itt megint, ha kinyitatok itt egy zárójelet, azért az orosz-ukrán háború kapcsán is úgy szerintem az arcunkba tolta az élet azt az igazságot, hogy a világrend az nem egypólusú. És nem lehet elvárni azt, hogy amikor csinálunk, mondunk, gondolunk valamit, akkor ezt mindenki egyféleképpen értse. Egyszerűen vannak a világnak olyan civilizációs központjai, ahol a dolgokról máshogy gondolkodnak, mint mi, és már nem tehetjük meg azt, hogy csak a saját gondolkodásmódunk szerint közlekedünk, csak a saját gondolkodásmódunk szerint megyünk, mert egyébként egy olyan ország, mint Irán, amely gazdasági értelemben a világ nem egy jelentős országa, nem egy jelentős katonai hatalom még, amíg elméletileg teljesen bevetéskész hatalom fegyvere nem lesz, nem egy népességi központ, tehát alapvetően
világszinten nézve egy porszem Irán, de képes egy ilyen helyzetben pólusként működni. Képes egy ilyen helyzetben a nála jóval hatalmasabb, a nála ezerszer erősebb az őt szankciókkal rendkívül szegényen tartó civilizációnak mutatni egy ilyen fricskát. Hogy elmehettek velünk szemben sokáig, de vannak olyan helyek, ahova mi nem engedünk be titeket. Az oroszok ugyanezt csináltak Ukrajnában. Nem akarok fejtegetni arról, hogy jogosan vagy nem, szerintem a háború az alapvetően nem elfogadható eszköze semminek, de ott is történt egy ilyen helyzet, hogy azt hitte a nyugat, hogy megtehet valamit. És nagyon sok mindent meg is tehetett. De volt egy olyan pont, ahol a világ egyik másik pólusa azt mondta, hogy ide ne gyere. Rusdi merénylet az szerintem nagyjából ugyanez a minta, hogy léteznek a világnak rajtunk kívüli pólusai, és bizonyos fokú arroganciát ezek a pólusok nem engednek meg. Akár arroganciának vagy helytelennek gondoljuk ezt mi, akár nem. És az a megdöbbentő, hogy nem csak távolságban vagy küzdötték le ezt a dolgot, hanem időben is. És türelem, úgymond azt lehet mondani, hogy türelemmel kivárták azt az időt, amíg akár Rusdi, akár a környezete már biztonságban érezte magát, hiszen 89-ben lett ezt kiadva, ugye az ember beleképzeli magát ebbe a helyzetbe, eltelik egy-két év, jó, hát ha nem lesz semmi, de 30 év után már nem gondolom, hogy ezt végre akarja bárki hajtani. Ugye, hát ez megint, alapvetően mi így nyugaton gondolkozunk, akik nagyjából belátni egy emberélet másfélszeresének az idejét tudjuk, és nagyjából sejtjük, hogy mik voltak értékek, vagy mik voltak hogyan a nagyapáink, dédapáink idején, meg nagyjából ellátunk majd az unokáink életének a valamelyik pontjáig, és akkor azt gondoljuk, hogy ez időhorizont, és úgy nagyjából úgy 10-20-30 év alatt nincs olyan sérelem, vagy nincs olyan gond, amit el ne lehetne felejteni. Ha mondjuk a kínai civilizációt megnézzük, de akár a síitát is, hát egészen világos, hogy ők nem ezekben az idősávokban gondolkoznak, hogy ők nem a saját életüket tekintik a világ ideje fokmérőjéül, és az ő számukra egyszerűen bizonyos dolgok, akkor is, hogyha most én most ha tegyek egy nyugatos kiszólás, azért ez valamennyire szánalmas, nem? Hogy azt mondjuk, hogy az iszlám örök törvénye, hogy egy valakit meg kéne ölni. Ezért meg azért meg amazért. De ennek ellenére az ő általuk örök igazságnak tekintett dolgokat ők örök, aláhúzom, örök, tehát időben, kezdetében és végében nem jelölhető dolgokként kezelik, és ez azt jelenti, hogy a veszély szintje az 30 év múlva, meg 500 év múlva, akkor talán nem, mert Rusdi nem lesz életben, de Rusdi életében az első pillanattól kezdve az utolsó pillanatig pont ugyanakkora. Igen, ez egy fontos kitérő volt. Most ugye megkérdeztük Kukorelli Endrét, József Attila díjas magyar írót is a történtekről, hiszen Rusdi egy irodalomban jelentős személyiség, és kíváncsi voltunk egy magyar író véleményére is. Ezt fogjuk a következő percekben meghallgatni. Azt kérdeztem tőle, hogy milyen jelentősége van, vagy mekkora jelentősége van Rusdi személyének. Kétségtelen, hogy ő egy nagyon, nagyon jelentős szerző, abban az értelemben, hogy olyan olvasók is odafigyeltek rá mindig, akiket a par excellence, tehát az igazán szoros értelembe vesz szép irodalom esetleg kevésbé foglalkoztatja, mert az ő attitűdje, életvitele, illetve az attitűd, ahogy bevállalt olyan dolgokat, amik nagyon, nagyon veszélyesek, mindenképpen ráirányította a figyelmet, nagyon sok ember elkezdett erre figyelni. Tehát én például, mikor 1995 és 96 között voltam Berlinben egy ösztöndíjjal, akkor egy nő író lakott fölöttem, aki ugyanabban a helyzetben volt, mint a Rushdie, hogy életveszélyesen megfenyegették. És pont fölöttem lakott, és egy évig azt tapasztaltam, hogy minden nap följön a lépcsőn egy rendőr, egy német rendőr, és megnézi, hogy minden rendben van-e. Tehát ezek az emberek, akik az iszlámmal szemben olyan dolgokat fogalmaznak meg, olyan szerepet vállalnak, amik miatt ők rájuk ez a fatva ki van adva, tehát ez a halálos ítélet, azok nagyon nagy emberek, szóval én nagyon, nagyon díjazom ezt a dolgot, és összes kalapomat leemelem ezek előtt az emberek előtt. Na most a Rushdie is ugye már hosszú évek óta gyakorlatilag életveszélyben él. Most így élni, nagyon könnyű beleélni magunkat ebbe a helyzetbe szerintem, hogy pillanatra belegondolunk, hogy úgy élünk, hogy állandóan
állandóan számítanunk kell rá, hogy atrocitások érnek, hát ez őrült nagy dolog. Úgyhogy én nagyon-nagyon nagyra tartom, és nagyon tisztelem ezért Sámár Rasdit. Azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen nagyon kis részben, de valamennyien érezzünk felelősséget ezért a dolgért. Tehát érezzünk felelősséget azért, hogy ugye a mi kis rövid életünkben próbáljunk meg úgy cselekedni, úgy élni, hogy valahogy az hatása legyen más emberekre, akár a szűkebb környezetünkre is, tehát hogy ezt a fajta életellenes attitűdöt, amit rengetegen magukénak éreznek, vagy nem tudom, ösztönösen így csinálják, hogy ezt valami módon csökkentsük. Tehát itt igazából erről van az szó. Most az, hogy konkrétan egy íróval kapcsolatban történt ez, az ugye egy írót nyilván például ugye engem jobban megvisel ott esetben, mert odafigyelek rá meg minden, mint hogyha nem íróról volna szó, de azért ezen túl lehet lépni. Tehát ez egy abszolút általános emberi dolog, hogy van az agressziónak, a másik ember megsemmisítése, vágyának egy olyan foka, ami egyszerűen tűrhetetlen, és ami ellen föl kell valami módon lépni. Tehát nem ez az ájtatoskodásra gondolok, hanem valami módon úgy kéne az életünket vinni, vezetni, olyan módon kéne a politikára hatással lennünk, nekünk valamennyiünknek, hogy meg más emberekre is olyan módon kéne hatással lennünk, hogy ezt az agresszió szintet minél lejjebb vigyük, hogy így mondjam. Tehát ez a velünk született agresszió, ami egyébként minden emberben benne van. El sem értek, itt csak akarok nagyon okos lenni, de az iszlámnak ez a másik ember kiiktatása, tehát hogyha nem pont azt csinálod, amit elvárnak tőled, akkor kiiktatunk típusú gondolkodás módja, ez végképp, ez számomra végképp értelmezhetetlen, illetve azt mondom, hogy természetesen nem lehet őket, vagy azokat az embereket, akik így gondolkoznak, nem lehet erőszaka, meg nem tudom, rimánkodással jó útra telelni, hogy így mondjam, de akkor akkor viszont sajnos az a helyzet, hogy a kultúrákat nem nagyon szabadna összekutyulni abban az értelemben, hogy nem nagyon szabadna ezt az agresszív kultúrát ráereszteni egy olyan társadalomra, ahol az agresszivitás foka jóval alacsonyabb. Európai szemmel, vagy európai aggyal ezt megíteni nem lehet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy gazember volt, aki nyakba szúrta. Tehát nem ilyen, vagy bolond volt. Akik ezt mondják, az teljesen félreértik ennek a dolognak a lényegét. Itt egy vallásos, hitbeli dologról van szó, és ez az ember ez nem jó, nem a jó és a rossz koordináta rendszerben értelmezhető, hanem az ő hitvilága ilyen, és kész. Tehát, és ezt őt nem lehet meggyőzni. Tehát aki hisz valamiben, ezt mindenki tapasztalja, hogy valamiben hiszel, akkor a másik nem tud téged meggyőzni, hogy ne abban higgyél, vagy stb. Ez szinte lehetetlen. Nem mondom, hogy 100 esetből egy sem fordulhat elő, hogy meggyőzéssel lehet valakit megváltoztatni, de én ebben teljesen szkeptikus vagyok. Sőt, azt tapasztalom, hogy ez a típusú, a hitnek ez a típusú eszkalálódása, ez látványos. Tehát egyre több ember fordul az iszlámnak e felé, a radikális változata felé, és egyre rosszabb lesz ebből a szempontból a helyzet. És hogyha ezt beengedjük Európába, és hagyjuk, hogy itten kulminálódjon és tomboljon, akkor sajnos rá fogunk fizetni. Szóval ez kemény. Tehát itt nem lehet jó emberkedni, meg jaj Istenem, meg ez, meg az. Itt egyáltalán kell jó emberkedni, tehát világosá kell tenni szerény véleményem szerint azt, hogy ez itt nem fér bele. Tehát Európában, ugye ebben a nyugati kultúrában, a görög és a keresztény alapokon álló, a Biblián alapuló kultúrában, ez nem fér bele.
Tehát ez nem kompatibilis egész egyszerűen. Ezt kéne világosra tenni, és itt nem higgatnak kéne maradni, meg nem ajvékolni, meg jajgatni, meg nem tudom mi, meg ijedezni, hanem ilyen viszonylag higgadt módon kellene olyan intézkedéseket tenni, amiket én nem tudok, mert nem vagyok szakember, amik valami módon lehetetlenül teszik azt, hogy ezek az emberek egyáltalán, tehát olyan helyzetbe kerüljenek, hogy valamit tudjanak csinálni. Ezek az embereket egyszerűen innen ki kell pakolni, és akkor én a saját kultúrájában is kész. Tehát én nem értem azt, hogy hogy kerülhet egy ilyen ember például egy ilyen szituációban, hogy a Rázsdi közelébe kerüljön. Ez egyszerűen ez egy rendőrségi, vagy titkos rendőrségi ügy. Tehát egyszerűen ilyen embereket nem csak megfigyelni kell, hanem el kell távolítani, és kész. Nos, nyugodtan véleményezd azt is, ami elhangzott az elmúlt percekben, illetve akkor beszélgethetünk egy picit az iszlámnak erről a civilizációs jellegéről, amelyre Kukorelli Endre is utalt. Kukorelli Endre egy kiváló humanista magyar író, és ennek következtében én abszolút értem, hogy ő miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik, ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy ugye, ami megoldásként ő fölkínál erre a helyzetre, hogy az ilyen ideológiát való emberekre ki kell pakolni a civilizációnkból, az egy jelentősen elkésett bánat. Hát a merénylő, aki elkövette ezt a merényletet, második generációs bevándorló. Ő személyesen már nem Libanonból származik, a szülei származnak Libanonból. Nyugat-Európa, hogyha ma a muszlimok 90%-et kitelepítenénk Nyugat-Európából, maradna abban a 10%-ban olyan ember, aki egy ilyesmire hajlandó vagy képes. Hát olyan mértékben beleépült már Nyugat-Európa és az Egyesült Államok életébe az iszlám, hogy ezzel önmagunkat is korlátozva legalább ilyen mértékben fogunk tudni csak együtt élni azokon a helyeken, ahol az iszlámnak jelentősége van. Ez Közép-Európára szerintem, ahol Kukorelli Endre is él, meg én is élek, inkább feladatot ró, hogyha mi azt gondoljuk, vagy azt szeretnénk, hogy nálunk az iszlám vörös vonalai, határvonalai ne legyenek érvényesek, hogy ránk ne jelentsen veszélyt egy muszlim vörös vonalnak az átlépése, akkor való igaz, hogy azt, amit Kukorelli Endre mond, és egyébként 6 évvel ezelőtt nem mondta, amikor migránskrízis volt Európában, és a mi határainkat ostromolták a migránsok, és erről vita volt, akkor nem mondta, az való igaz, hogy meg kell valósítani, és kin kell tartani ezeket az embereket, egyszerűen abból az okból, mert ha mi úgy gondoljuk, hogy a mi értékvilágunk, a mi értékrendünk az értékes, és azt szeretnénk a maga teljességében megélni, akkor nem képezhetik a társadalmunk részét olyan emberek, akik számára vörös vonalak máshol vannak, mint a mi számunkra. Ez szerintem ennyire egyszerű. Ugyanakkor meg azokon a helyeken, ahol Salman Rushdie él, ez már abszolút nem egy reális megoldás. Emellett tényleg értékelem azt, hogy Kukorelli ilyenkor szolidaritást nyilvánít, ezt meg is kell tenni, megteszem én is, és szívszorító látni azt, ugye elmesélt egy személyes anekdótát is egy németországi írónőről, aki a hasonló körülmények között élt. Erre ha kitérhetünk egy kicsit bővebben, mert én is ismerek egy ilyen írót, Hamer Abdel-Szamadnak hívják, ő a migrációs krízis idején kezdett el egyiptomi származású muszlimként alapvetően ismeretterjesztő könyveket írni az iszlámról. Németországban szintén ebben a helyzetben van, hogy ő 3 páncélozott Audi A8-assal közlekedik, és a berlini speciális rendőrség védi, és a házastársával, szeretteivel, családjával, barátaival való kapcsolata az rémségesen szűk, és alapvetően neki az az élmény, hogy meghív valakit vacsorára, vagy elvisz valakit randevúzni, vagy intim bensőséges kapcsolatot ápol a saját párjával, az nem adatik meg. Tehát az az élet, és egyébként ilyen szempontból lehet érteni Salman Rushdie-t, hogy alapvetően a rizikó, ami szemben áll, az élet szinte minden szabadságától való megfosztottsággal, az alapvetően elég kicsi. Az egy hülye síta valahol a puszta közepén, vagy Upstate New Yorkban. Ez a veszély. És a mi nyugati agyunkkal nem lehet felfogni azt, hogy ez a veszély nem olyan kicsi. Mert abból az egy hülye síitából, aki képes neked jönni és meggyilkolni, kimondottan sok van. Tehát szerintem itt a gond az ott történt, hogy volt egy óriási nyomás a Scotland Yardos időkben Rushdie-n, alapvetően elvették tőle az életét már mielőtt megpróbáltak volna meggyilkolni, és ezzel szemben az ő veszélyérzete jelentősen lecsökkent. És hát lehet, hogy gondolkodni, hogy lehet, hogy rövidebb életem lesz, de legalább teljes. Tehát, hogy tudok mozogni, jönni, menni, valamennyire ki tudom használni az időmet arra, amire szeretném. Lehet úgy gondolkodni, persze. Ugyanakkor meg, ha azt nézzük, hogy ez nem az első merénylet, és még az Isten tudja, hányan próbálták egyébként meg úgy, hogy nem jutottak el. Még addig sem, hogy rájuk robbanjon a levélbomba.
akkor szerintem ez még mindig nem egy megfelelően jó díl. Tehát ez még mindig úgy néz ki, hogy egyszerűen túl sok ilyen elveket valósít a muszlim él az ember környékén Nyugat-Európában ahhoz, hogy ezt a döntést meghozhassa. De említetted ezt az egyiptomi írót, aki ismeretterjesztő könyveket ír, ugye azért akik ilyen fenyegetéseket kapnak, nem mennek el sokan odáig, mint Rushdie. Nem. Tehát ennél sokkal kevesebbért is lehet ilyen fenyegetést kapni, és éppen nemrég olvastam, pár napja jelent meg, hogy J.K. Rowling halálos fenyegetést kapott Salman Rushdie támogatása miatt, ugyanis a Twitterre kiposztolta, hogy ő támogatja az írót, és azonnal jött a fenyegető üzenet, hogy ne aggódj, te leszel a következő. Na most, ugye, meddig lehet így a szabadságban elmenni akkor, ezekben a társadalmakban? Hogy tudok én bármit megírni, a véleményemet elmondani, hogyha egy ilyen szolidaritási támogatásra már ilyen üzenetet kap valaki? Meg most kockázatos lesz, amit mondok, de azt gondolom, hogy a halálos fenyegetés meg a fatva az azért két egészen más súlyú dolog. Ez szerintem lehet, hogy ez érzéketlennek foghatni J.K. Rowlinggal szemben, de aki világhírű közéleti ember, annak számolnia kell azzal, hogy adott esetben emberek nagyon fogják utálni, és ezért el kell, még hogyha egyébként nincs ellene fatva életben, akkor is el kell gondolkodni egy testőrön, tehát egyszerűen egy több tízmilliós ismertségű, és több oldalról támadott, ugye kapott ő nem csak a muszlimoktól, hanem az egyébként a sariához rendkívül hasonló igazságszolgáltatási elveket valló vók hadseregtől is kapott ő már figyelmeztetéseket. Hát az ő pozícióban nyilván el kell gondolkozni azon, hogy a szabadságát adott esetben személyes törökkel védje meg, de azt is gondolom, hogy azért a fatvát nem szórják csak úgy a semmiért. Tehát ha az ember egyszerűen csak él keresztény a szabadságával, és szándékosan nem megy bele olyan utcákba, ahol pontosan tudja, hogy egészen mélyen és a lelkük mélyén meg fogja sérteni más emberek értékrendjét, akkor is, hogyha ez neki különösebben nem fontos. Ha az ember ebben nem megy bele, akkor azért fatvát olyan könnyű, annyira azért nem könnyű szerezni. De te nem tartod elképzelhetőnek azt, hogy ha itt a demográfiai folyamatok nyomán azért mondjuk a Nyugat-Európáról beszélünk, a muzulmánok el fognak érni egy olyan tömeget, hogy ennél sokkal kevesebb is. Ó, dehogy nem, az abszolút, tehát, abszolút, hogy, abszolút, és dehogy nem. Nyilván, persze. Hogy most ez mondhatjuk azt, hogy elvétve történik egy ilyen nagyobb eset, nagyon sajnálatos, botrány, beszél róla a média, stb., de hát ugye az ember végig gondolja a jövőt, hogy az én gyerekeimnek már kell ezzel küzdeni napi szinten majd, hogy mit mondhat, hol mondhatja azt, akár egy lány leveheti a kendőt, föl kell vennie? Hát remélem, hogy a gyereket Magyarországon tervezi a jövőjét, és ennek következtében ezen nem feltétlen kell számolni, de egyébként ez egy abszolút jogos megfontolás, hogy ha nem is fatvák áldozatai, de az egyre szélesebb körben vallott sariának az áldozatai, azok abszolút lehetünk, igen. Ez egészen kétségtelen, hogy Nyugat-Európában a szabadság foka az előbb-utóbb össze fog ütközni azzal, hogy lesz egy egészen más elveket valló és jelentős muszlim tömeg, bár hozzá kell tenni azt, hogy ahogy a muszlimok, tehát ahogy látunk Németországban egy rendkívül puha kereszténységet például, tehát ahogy látjuk azt, hogy feladják a keresztény értékeket, azért van a muszlim civilizációnak is egy olyan, bocsánat, egy értékmentes söpredéke, akik nem vallják a magukénak az iszlám szigorú szabályait. Tehát az a demográfiai muszlim többség, ami létrejön előbb-utóbb majd 30-50 év múlva Nyugat-Európában, azért, hogy az mennyire hívő muszlimokból fog állni, azt nem tudom. De az egészen kétségtelen, igen, hogy egy más értékrend hatása alatt fogja élni ez a kontinens, legalábbis ennek a kontinensnek ez a része az életét, és ez súlyosan durván korlátozni fogja, igen, pont a nőknek például a szabadságjogait. Ezt én is így látom. De szerintem egy egészen más súlycsoport, mint konkrétan a fejedre kirakni egy fatvát. Ebben teljesen egyetértek, és nyilván itt azért is beszéltünk a fatváról, és nagyon jó, hogy egy kicsit megvilágítottad ennek a hátterét, mert nyilván ez egy külön kategória. Csak ugye az ember itt van Európában, és bár még Magyarország mondhatnánk, hogy egy kis sziget ilyen szempontból, de halljuk a nyugat-európai híreket. És minél nagyobb a tömeg, annál nagyobb a statisztikai esély is arra, hogy abban radikalizálódnak akár fiatalok, emberek, és ahogy mondtad, egy ilyen is elég. Abszolút. Egyértelműen így van. Meg hát azt is figyelembe kell venni, hogy azok az erők, akik
ennek a szerencsétlen Ruzsinak a fejére is kitűzték a fatvát, és egyébként mai érvényben van egy 3 millió dolláros vérdíj az ő fejére, amelyet az iráni iszlám köztársaság egyik alapítványa fizet neki, hogyha valakinek sikerülne megölnie Ruzsdit. Azok az erők, azok azért nem szűnnek meg. Hát Irán köszöni szépen, jól van, nagyjából mindent, amit megtehettünk ellen a nyugati civilizációként, azt úgy megtettük, provokáltunk ellene már háborút, lenyomtuk mindenféle szankciókkal, de egyszerűen Irán nem megy arrébb. És mit reagált egyébként erre az esetre? Hivatalosan reagáltak? Ez izgalmas. Tagadták azt, hogy közvetlen iráni állami érintettség lenne ebben a merényletben. Ezen túl érdemben nem reagáltak, viszont azért nem felejtettek, vagy nem ulasztottak el egy gorombaságot megereszteni Ruzsdi felé, tehát azt jelezték, hogy a merényletben alapvetően Ruzsdinak és követőinek van felelőssége, nem kellett volna az iszlámot megsérteni. És egy rendkívül izgalmas epizód, hadd szúrjam be ide, hogy ugye 89-ben a Ruzsdi ügy miatt Irán és az Egyesült Királyság között megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok. Tehát az Egyesült Királyság akkor ezt a kapcsolatot megszakította. Hát volt egy ilyen értékkonfliktus, ami nem volt összeegyeztethető, és 98-ban, amikor újra felvették ezeket a kapcsolatokat, a következő mondattal sikerült meggyőznie Nagy-Britanniát a kapcsolatok új felvételéről az akkori Hataminak hívták talán iráni vezetőt, hogy Irán a továbbiakban sem támogatni, sem akadályozni nem fogja a Ruzsdi elleni fatva beteljesítését. Hát ezzel egy pár centivel arrébb ment attól, hogy ez a fatva az iszlám állam személye, vagy az iráni iszlám köztársaság személyes célja lenne, de azért a sem támogatni, sem akadályozniban nagyon sok minden benne van. Abban az van benne, hogyha valaki Iránban, valamilyen szervezet Iránban továbbra is aktívan ügyködni szeretne azon, hogy Ruzsdit eltegye láb alól, akkor azzal szemben az iráni vezetésnek nem lesz kifogása. És szerintem ez nagyjából a mai napig az iráni policy, hogy ők személyesen jelentős forrásokat arra nem fordítanak, hogy valaki végre ölje meg a Ruzsdit, de abszolút nem volna ellenükre. Ugye Iránban speciális az állam felépítése, hogy nagyon össze van fonódva a vallási réteggel, vagy fogalmazhatnánk úgy is, hogy a vallási vezető igazából szinte a vezetője annak az országnak, ha jól tudom, de javíts ki. Ez egyébként külpolitikailag akkor nem téma? Nem lehet azt, hogy egy állam, egy másik államnak akár diplomáciai úton megoldja azt, hogy egy ilyen fatva vissza legyen vonva, vagy módosítva legyen? Hát, mert ugye ez nem tisztán vallási kérdés, vagy az? Ez egy izgalmas kérdés, amit felvetettél, mert ugye amikor erről a fatváról beszélnek a nyugati nyilvánosságban, akkor nagyon sokszor fölmerül az, hogy ez igazából egy politikai jellegű fatva, amelyet a művet magát nem ismerő iráni vezető adott ki, komoly politikai nyomás egy olyan országban, amelyet frissen aláztak meg rengeteg szankcióval, frissen aláztak meg az irak-iráni háborúval úgy, hogy Irak támadott, Irak volt az agresszor, de Irán szigetelődött el. Volt egy nehéz politikai helyzet, amelyben egy adott esetben lehetett egy ilyen nemzetegyesítő hívószó az, hogy jó, megaláztak minket, és nincsenek barátaink, de legalább meg fogjuk ülni a Ruzsdit. Tehát ez ilyen szempontból valamennyit csökkentett ennek a fatvának az értékén, hogy ez nem feltétlenül Khomeini ajatollahnak a vallási meggyőződéséből származott, hanem akár politikai számításból is. Ugyanakkor meg a műfaj az fatva. Ennek következtében ez nagyjából pont ugyanúgy, mint az ukrán NATO-tagság az oroszok számára, ez nem egy olyan dolog, ami deal részét képezheti. Tehát Iránban is vannak nyilván realisták, beszélnek ott emberek angolul, olvastak Kissinger-t, tehát nagyjából sejtik a külpolitikai lókereskedelemnek a lehetőségeit és a mozgásterét, de ezek a kérdések egy magát iszlám államnak tartó államban, az én meggyőződésem és ismereteim szerint ezek nem képezik a tárgyalás részét. Tehát nem lehet. Ha megnézed azt, hogy bevállalták azt, hogy Nagy-Britanniával teljes mértékben megszakadjanak a diplomáciai kapcsolatok, csak azért, mert ezt a fatvát nem akarták visszavonni, hát ha ezt bevállalja Irán, akkor mit nem vállal be? És még egyszer mondom, nem nagyon van már hova hátrány. Tehát nincs igazán olyasmi, amit mi föl tudunk ajánlani ennek a fatvának a visszavonását, vagy amivel ki tudnánk ezt kényszeríteni, mert úgy ami fegyvert Irán nyakának lehetett szegezni, az ott is van. De akkor ez csak Ruzsdira vonatkozik, és amikor ő eléri azt a kort, és elköltözik a földi életből, akkor ez a családtagjaira nem lesz. Nem, ez konkrétan az ő személyére vonatkozik, és konkrétan ezért a könyvért. És vannak olyan liberálisabb iráni hangok, akik szerint, hogyha visszavonná a könyvet, akkor rá se vonatkozna, bár egyébként zárójeles megjegyzés, ugye 90-ben még úgy nyilatkozott annó az iráni iszlám köztársaság parlamentjének, a külügyi bizottságának az elnöke, hogy akármit csinál Ruzsdi, ez öröktől fogva van, hogy példást statuáljon minden muszlim és minden nem muszlim elé, hogy vigyázzanak a szájukra, mielőtt beszélnek.
Kohán Mátyás, a Mandiner külpolitikai újságírója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.